Babits Mihály, mi atyánk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben. Rád tekint árva világod. A te neved megszenteltessék, a te legszebb neved békesség. Jöjjön el a te országod, véres a földünk, háború van. Kezed sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk, de nyögve, szomorúan. Add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a honjava, s hújjon a lomb, csak éljen a fa. De vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondod? Nem lenge az utolsó fürtön is áldva, miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál, nem lehet szörnyebben. Már most, ami fánkon megmaradt, őrizd meg őszig a búzsgaljat. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma vérbe csúszik meg, értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk ellenünk vétetteknek. A gaztiet büntetni, a miénk csak az, hogy védelmezzük a mieinket. És ne vigy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, aki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország. Kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség. Ki neveden buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb, övé lesz a hatalom és a dicsőség. Jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Babits Mihály, mi atyánk című versét hallhatták Cserpalkovics Gergely előadásában, aki a Ciszterci Szent István Gimnázium 10. B osztályos tanulója. Gergely, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Miért szereted ezt a verset? Amikor először olvastam, kifejezetten tetszett, és megfogott a mondani valója, megfogott az, amit sugallni szeretne. Úgy is mondhatnám, hogy megfogott az egész versnek az összessége, és hogy amit közvetíteni szeretne, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom, hogy ezt a mondani valót át tudjam adni a kedves nézőknek. Te mit üzensz ezzel a verssel? Hát azt, hogy mindig van remény, bármennyire is rossz egy adott szituáció, bármennyi borzalom is történik, adott esetben a mai világban is, mindig van egy valaki, akihez lehet fordulni, bármennyire is rossz az. Említetted, hogy beszélgetésünk után edzésre mész. Igen. Egy kicsit mesélj magadról, hogy jobban megismerjük. Cserpalkovics Gergely vagyok, 16 éves, jelenleg atletizálok, ezelőtt jégkorongoztam és teniszeztem, de most, ahogy ma is, atlétika edzéseket látogatok, és emellett nagyon szeretem a sportokat, rengeteg sportot nézek, és a hobbiaim közé tartozik a filmnézés, sorozatnézés, és a többi. Hogy képzeled el a jövődet? Nagyon sok oldalon vagy, melyik terület az, mit gondolsz,
amivel szeretnél foglalkozni, vagy esetleg hová mész tovább tanulni? Mindenképpen humán pályán szeretném folytatni a tanulmányaimat. A reál tantárgyakkal vannak gondjaim, de a humánokra ez annyira nem jellemző. Azokkal nincsen gondom. Én a jogi pályát néztem ki magamnak, és szeretnék jogi egyetemen tovább tanulni. És a szavalás egyébként hol kezdődött? Esetleg már óvodában is mondtál verset, vagy később? Nem, óvodában még nem. Általános iskolás lehettem, amikor először részt vettem egy versmondó versenyen. Azóta többször is szerepeltem versmondó versenyen, de nyilván a versünnep volt a legnagyobb volumenű ezek közül. És hogy készülsz április 6-ára? Hát nagyon izgatott vagyok. Már megvan a versem, amit mondani fogok. Tanulgatom. És mi lesz a versed? Mert van itt nálam még egy Vörös Marti Mihály Egyed Antalhoz című verse. Esetleg ezt választottad, vagy egy másik? Egy másikat választottam. Ez is szóba jött, mert ezt a verset, ezt a Egyed Antalhoz című verset már mondtam máskor is. Egy emléktáblavatáson. De úgy döntöttem most, hogy inkább egy másikat, egy József Attilát szeretnék elmondani. Mentorprogram egy nagyon jó lehetőség. Te is így gondolod? Hogy állsz hozzá? Igen, ez egy olyan vers, amelyben olyan dolgok vannak, amiket szerintem egy színész, egy profi jól el tud nekem magyarázni, hogy hogyan csináljam, mit csináljak, és a többi. Hogy kell hangsúlyozni, mert hát ugye ez a versmondásnál egy fontos tényező, és szerintem erre mindenképpen jó ez a mentorprogram, és nagyon várom, és kíváncsi vagyok, hogy ki lesz a mentorom. És milyen a csapat? Ti versenyzők jobban vagytok egymással? A 12 gyerekből, versenyzőből ismerek párat, de nagyon-nagyon szimpatikusak a többiek is, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis csapat. És ti cisztercisek összetartatok? Nem sokára érkezik hozzám Szipola Antal. Támogatjátok egymást, mind a mellett, hogy egymással versenyeztek? Azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mértékben mindenki támogatja a másikat, és ez szerintem egyértelmű. Hogy képzeled el magad 10 év múlva? Ez egy jó kérdés. Fogalmam sincs. Esetleg Székesfehérvárhoz ragaszkodsz? Mennyire vagy lokálpatrióta? Az is szóba jöhet, de mindenképpen egy jogi diplomával a kezembe szeretném majd eldönteni, hogy hogyan tovább. És természetesen Székesfehérvár is fontos szerepet fog betölteni a következő évekbe. Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, hagylak edzésre menni, sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Radnóti Miklós, à la recherche. Régi szelíd esték, ti is emlékké nem esettek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal. Hova csúszol a múlt a kiszapján? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürge barátok a szép szemű karcsú pohárból? Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, s éltek a holtak, otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok. Verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzbe, s harcoltak, csak mert ellene mit se tehettek, s míg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, nekik szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak. Dermedten, fegyvertelen álltak az aknamezőkön. És volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben némán, mert tudták, az a harc, az az őgyük ott lenn. Most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. És volt, ahová mindegy. Hova tűntek a bölcs borozások? Szálltak a gyors behívók,
szaporodtak a verstöredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül szeme alján. Elnehezültek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj? Az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzójuk aránya kibomlik. Mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé. Mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, s beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben s idegenlegelőkön alusznak. Szipola Antal előadásában hallhatták Radnóti Miklós à la recherche című versét, Tónia Ciszterci Szent István Gimnázium 11. osztályos tanulója. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Miért ezt a verset választottad? Igazából sokat gondolkoztam rajta, hogy mi legyen, mert ugye engem is, mint oly sok versenyzőt, Ferenczi tanárnő készített fel, és ő mindenkinek ajánl verset. De úgy voltam vele, hogy talán jobban el tudnám mondani a verset, jobban átélhető lenne, jobban tudnám értelmezni, hogyha egy saját verset mondanék, és én amúgy már tavaly is ezt szerettem volna mondani, de akkor a tanárnő azt mondta, hogy még ne. És idénre sokkal jobban megérett ez a vers. Igazából nem tudom, hogy miért választottam ezt. Ezt még évekkel ezelőtt olvastam, és akkor egyszerűen megfogott. Tehát, hogy így olyan verset érdemes mondani talán, ami így berántja az embert. Ami nem az van, hogy így olvasgat, és akkor hát ez is jó, meg ez is jó, akkor legyen ez, hanem amiben van valami megmagyarázhatatlan, ami így megfogja az embert rögtön, mert azt tudja később jól átérezni és jól átadni. Számodra mit üzen ez a vers? Mi a mondani valója? Nagyon összetett, mert magába foglalja ugye Radnótinak a holokauszt élményét, magába foglalja a harcokat, igazából mindent, minden szörnyűséget, amiről egy háború szól. Tehát az összes dolgot, amit el lehet veszíteni egy ilyen szörnyűséges esemény során, amit úgy gondolom, hogy Radnóti tud ilyen szempontból a legjobban átadni, a legjobban leírni, mert ő az, aki test közelből megtapasztalta és átélte ezeket a fajta szörnyűségeket. Amit mi átlag emberek, pláne egy a 21. század derekán gyakorlatilag nemhogy felfogni, de még elképzelni sem tudunk. Mióta mondasz verseket? Verseket nem régóta. Egyébként az iskolai színjátszóban már 9. óta bent vagyok, de ugye az nem versmondás. Ugye mondtam, hogy tavaly is benne voltam már a versünnepben, akkor nem jutottam be a második fordulóba, idén igen, szerencsére. Tehát így a versmondás az egy ilyen 2 éve gyakorlatilag. Fellépni, meg szövegeket mondani már korábban is, tehát azt már általánosban is csináltam, de ilyen magasabb szinten csak 2-3 éve. Úgy tűnik az idei év számodra nagyon szerencsés és sikeres, a Szóval győzni című versenyt is megnyerted. Igen, valamilyen szinten nyilván ez a kettő egy kicsit összekapcsolódik, de mégis más. Egyrészt nyilván még ott vagyok, hogy megnyertem egy ilyen városi versenyt, és akkor nagyon, nagyon örülök ennek az egésznek, de ugye már át kell nyergelni, át kell állni a versünnepre. Másrészt meg azért mégis más, mert emberekkel beszélgetni, tehát egy kommunikációt lefolytatni, az teljesen más, mint verset mondani, ahol ki kell állni, teljesen meg kell nyílni, mert a vers az akkor jó, hogyha egy kicsit felboncolja az embert, hogy úgy mondjam, lelkileg, és az egy előadói művészet, és az tényleg egy művészet, egy nagyon magas szintű művészet, amit hát lehet jól, meg rosszul csinálni.
És ha kicsit elvonatkoztatunk a versektől, ki Tóni valójában? Egy picit mesélj magadról, hogy mit tudhatunk még meg. Hát sokkal egyszerűbb lenne az életem, hogyha én is tudnám, hogy ki Tóni valójában. Mesélni igazából nem tartom magamat különösebben érdekesnek, vagy átlagon felülinek, illetve igyekszek erre gondolni. Viszont hát iskolában verseket írok, tehát végül is irodalommal foglalkozom, de amúgy érdekes, mert nem úgy tűnik, hogy tehetségem van az ilyesfajta területeken is, de nem ezzel szeretnék foglalkozni majd később. Tehát engem sokkal inkább a természettudományos tárgyak vonzanak. Alapvetően kicsit introvertáltabb vagyok, visszahúzódóbb, viszont most a gimnazista éveim alatt szeretnék ebből egy kicsit kitörni, mert azoknak az embereknek, akik könnyebben nyílnak meg a világ felé, könnyebben nyilvánulnak meg, sokkal érdekesebbnek látom az életét, és én is szeretnék egy ilyen érdekes ember lenni, úgyhogy általában a életemben erre törekszem, hogy egy érdekesebb ember lehessek. Mi szeretnél lenni? Említetted a természettudományokat. Biológus, az most a fő cél. Hogy milyen biológus, azt még nem tudom. És hogyha nem az, akkor biosz magyar tanár, hogy bejöjjön ez a vonal is. Hogyha pedig végül is erre a pályára tévednék, amihez kapcsolódik így a versmondás, meg a kommunikáció, akkor a politikusi pálya érdekel, azt mondanám. Meg még régen ez az egész úgy indult, hogy talán az írás, újságírással így lehetne kezdeni valamit, de végül is arról a szüleim lebeszéltek, hogy hát talán az nem lesz annyira jó, úgyhogy picit átgondoltam az életemet, és most erre felé haladunk. És a versenyhez mit szólnak a szüleid, és a testvéred van-e? Három nővérem van, és a teljes mértékben támogató az egész család, és nagyon büszkék rám, hogy az ő fiúk ide jutott, és tényleg mindenki lelkesít és bátorít, és anya is százával küldi nekem a verseket, hogy nézd, ez is de jó, meg ez is de jó, és válaszd ezt, és gyakorlatilag már választani se tudok. Tehát büszkék rám. Nekem három húgom van, és egy nővérem. Neked három nővéred. Milyen három nővér öccsének lenni? Hát három nővér öccsének? Alapvetően én szeretem őket. Szerencsére nem nyomnak el nagyon. Ilyen szempontból úgy gondolom, hogy jó életem van, és kellemes. Több női impulzus ér azért, mint férfi, mert ugye a családban apukámmal ketten vagyunk férfiak, nyilván a nagyobb családban vannak, de úgy gondolom, hogy ez is bizonyos értelemben hozzájárul ahhoz, hogy érzelmileg kicsit nyitottabb vagyok ilyen szempontból. Talán ez is nyilván sokat segít a versmondásban, a megnyílásban. Szóval ezt így a családi hátteremnek is köszönhetem bizonyos szempontból. Szabad idődben mivel foglalkozol? Éppen nem verset írsz. Igen, egyébként nem szabad időmben szoktam verset írni, hanem francia órákon. Nem is az, hanem a szabadidőmet gyakorlatilag leköti a szijátszó. Meg az iskolai kórusban énekelek, és mindenhova visznek minket, és ez nagyon, nagyon sok próbával jár. Nyilvánvalóan emellett, hát amikor otthon vagyok, akkor mint bármelyik korombeli, én is nagyon sok időt töltök a virtuális világban, de emellett nagyon szeretek olvasni, fotózni, zenélni. Egy ideig gitároztam, bár nem így hivatásszerűen, vagy nem zenekarban, vagy ilyesmi, csak így sokkal inkább a magam szórakoztatására. És akkor most is gitározol, vagy a zenélés? A zenélés, mint olyan, az kicsit visszaszorult az életemben, inkább éneklés, az a kórusban, meg az zuhany alatt, de alapvetően, hogyha egy kicsi lelki feltöltődésre van szükségem, vagy egy kis pihenésre, megnyugvásra, akkor azért még elő szoktam venni a gitáromat. Színjátszókörrel
Mi lesz a következő állomás? A Szijátszó körben most 28-án, március 28-án megyünk Miskolcra meglátogatni egy ottani iskolát, és akkor egy ilyen kulturális találkozó lesz, amikor mi megmutatjuk, hogy mi mit tudunk, meg ők is megmutatják, hogy ők mit tudnak, és utána eszünk valamit, remélem. És utána még 2-29-én és 30-án előadjuk a Dürermattnak az Öreg hölgy látogatása című művét. Mondjuk kicsit átdolgoztuk, és végül is az lett a címe, hogy Van az a pénz, és én ebben játszom a főszereplőt, Alfred Ilt. Úgyhogy most ez a három előadás van kilátásban. Aztán évvégéig már azt hiszem, hogy semmi, és jövőre meg még nem tudom, hogy a tanárnő mit talált ki, de biztosan nagyon jó lesz. Izgulsz-e a döntő miatt? Hogy készülsz a versenyre? A döntő miatt igazából nem izgulok, mert ugye én tavaly nem jutottam be. És ezért idén is az volt először is a fő célom, hogy a második fordulóba jussak be, mert azért már az önmagában is egy nagyon nagy eredmény és egy nagyon nagy dicsőség. A döntőben pedig úgy gondolom, hogy nem vagyok rossz. De azt tudom, hogy vannak nálam sokkal jobbak, akik sokkal inkább megérdemelnék a győzelmet, szóval én úgy állok hozzá, hogy amit eddig elértem, az nagyon jó, és hogyha ezen fölül teljesítek, akkor az már csak jobb lehet. Megpróbálom a saját szintemen a maximumot nyújtani, de hogyha itt nem nyerek, akkor nem fogok összezuhanni, és nem fogok összetörni, hogy úristen, nem tudtam megnyerni ezt a versenyt. Sok sikert kívánok! Én minden esetre azért azt mondom, hogy bár megtörténhet úgy, hogy hidd el, hogy megnyerheted te is a versenyt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. A nézőknek pedig köszönöm, hogy velem tartottak. Jó éjszakát kívánok!